német Kristóf feleségül vette szerelmét, ám a ceremónia nem volt éppen zökkenőmentes. A színész ahott. Magazinnak mesélt arról, hogy miként is zajlott le az esküvő, ahonnan a lelkész elkésett. A keresztapám, aki egyben az eskető lelki pásztorunk is volt, hívott, hogy a legnagyobb dugó kellős közepén ül, mert baleset volt az autópályán, és kizárt, hogy odaérjen a templomba időben, mesélte Kristóf, aki elárulta, hogy az ő esküdőjük bizony rendhagyó volt. Nem volt időnk hosszasan gondolkodni, a vendégsereg ránk várt, így kénytelenek voltunk rögtönözni. Az anyakönyvvezető összeadott minket a templomban, majd mindannyian átvonultunk a szállodába, ahová kis idő múlva a keresztapám is megérkezett. A szállodában gyorsan berendeztek egy külön termet, ami szó szerint templommá változott, hiszen templom az, ahol ott van Isten. Keresztapám megáldott minket a fogadalom után, és gyönyörűen beszélt a mindenható humoráról. Kristóf és kedvese 100 fővel együtt ünnepelt a Szörmöl Hotel Visegrádban, ami nem csak Zita munkahelye, de megismerkedésük helyszíne is. Azzal a tudattal kelni, létezni, hogy Zita a feleségem, szavakba nem foglalható, árulta el a boldogságban úszó német Kristóf.